Az agy terhelése, a tanulás, a szellemi potenciál karbantartásának legjobb módszere időskorban is. A Miskolci Egyetem és a Minőies Alapítvány által elindított Szépkorúak Akadémiája immár egy évtizeden nyújt erre alkalmat az időseknek, akik számára ma újabb kurzus indult a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem 8 karának professzorai minősített oktatói tartanak előadásokat a tanulni vágyó érdeklődők számára. A hallgatók a természet és társadalomtudomány különböző témáiban kaphatnak napra kész információkat a heti egy alkalommal rendezett kurzusokon. Minden nyáron alig várom, hogy elkezdődjön, mert az egy felüdülés számomra, hogy én ide jöhetek. Ezekkel az évfolyamtársakkal találkozhatok, mindig 100-150-en vagyunk, tehát nem kicsi a létszám, és úgy felpesdíti az embert, hogy tanultunk valameddig, elvégeztük az egyetemet, dolgoztunk, és most, mint nyugdíjasok, szükség van ránk itt is, de nem csak itt, hanem a mindennapokban is. 50. életévüket betöltött, minimum érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek a képzésre. Olyan szépkorúak, akik vállalják az előadássorozaton való aktív részvételt. Az előadásokat péntek délutánonként tartják. Körülbelül 50 előadásra kerül sor. Egy konzultáció alkalmával két előadást hallhatnak a hallgatók, és a legszélesebb spektrumban, tehát a tüzelés technikától kezdve, a családi problémákig, mindenféle árnyékolás probléma, egyetem oktatás történetéről, tehát társadalom természettudomány mind képviselteti magát. A két fél éves felnőtt képzés, amely fél évenként 64, összesen pedig 128 órát kínál, 2019. május 19-ig tart. Azok, akik a kurzusok minimum 90%-án részt vesznek, a képzés végén tanúsítványt kapnak.